Jó estét! Jó estét! Jó estét kívánok! Ismét a zárt osztályon vagyunk. Miért ismét? Még mindig? Nem engedtek még ki. Miért engednének? Azért, mert dobálják a hülyék az acélbolygókat. Nem én voltam. Nem, az Elon Musk volt. Milyen Musk? Elon? Elon? Elon Delon? Elon? Delon? Yellow! Yellow! Az egy másik, az egy indiai bike share company volt, ami összesen 3000. Mis meni? Na jó, akkor elmondom, mire gondolt a költő. Azt mondja, hogy ő olvasott egy olyan cikket, amiben szerepelt a Yulu nevű cég, ami egyébként létező és jövőbeli tervekkel rendelkező cég, nem volt, ami Indiában azt találta ki, hogy 3000 darab ilyen az elektromos roller és a bicikli szerelemgyerekének átszázott, egyszerre 4 plusz további indiait elviselni képes közlekedési eszköz. Na, ők arra gondoltak, hogy ebből egy ilyen 100 000 darabot dobnának le Bangalore-ban, és üzemeltetnék. Ami azért is érdekes, mert gyárilag azért ez igazából úgy néz ki, hogy egy személyesnek volt eredetileg tervezve, mégis tudjuk, hogy ez nem így szokott arra felé működni. A... You only live once. You... Jó, nem baj, semmi baj. Szóval Yulu, meg e-scooter. E-scooter. Irgalmat a mennyiségű cikk volt. Annyi volt, tehát így ezt nem hittem el. Tehát 20-valahány ilyen elektronikus, elektromos elnézést. Van benne elektronika, de nem az hajtja. By the way, ez az elektronika, ez nagyon mókás téma. Mert hogy ugye mutattad azt a cikket, hogy fel akarják szerelni ilyen 5 diagnosztizáló elektronikával a 30 napos élettartamú szkútereket, az a legnagyobb ökörség, amit föl lehet találni. De nagyon jó, mert egyébként azok az utcok, amiket beleraknak monitorozásra, azoknak nem kell hosszú élettartamúaknak lenni. Mert a... Több minden dobunk ki gyorsan. Olyan gyorsan leamortizálódnak ezek a közösségi... Lehet, hogy le se fut a self-diagnosis, mert megdöglik az egész szerkezet. Puff neki a falnak, aztán viszik vissza. Be a Dunába. De ez mekkora startup ötlet már? Egyébként zseniális. Ha újra hasznosíthatóra csinálják. Hát de azt mondtuk, hogy megdöglik. De nem, a monitoring cuccot. Fogják és átrakják a következő... Ja. És ugyanúgy kiszámlázzák, mint hogyha úgy lenne. Kopás nem látszik rajta. Ez a magyar logika. Ja, egyébként ötletnek nem rossz, mint ahogy az se rossz, egyébként szerintem, hogy standardizáljuk ezeket a kütyüket, és akkor Kínában egy gyártó gyártsa a világ összes villanyrollerét, mert az mondjuk méretgazdasági szempontból egy egész hatékony megoldás. Mondjuk Bangalore nem tudom mi lesz, mert amit ők rajzoltak maguknak, azt nem tekintenek rollernak. Ez megy a show notes-be, igen, hogy is tervezték azt, de az a szín is, az a világos kék, amit választottak. Az rendben van, tehát hogy így véletlenül se jutná eszembe, hogy nem India. Ezt nem fogják lopni. De hogy nem, mindenkinek lesz. De nem fogják lopni, ez annyira csúnya az a szín, mint a forma. Viszont legalább nagy kerekű, ami... Kis, de nem, egyébként emlékezés, a kiskerekű. Kiskerekű, kerékpáros. A nagy kerek között, tudod mi? Az a Cybertruck. A Cybertruck az valójában akkora kerékkel rendelkezik, mint összességében ez a bicikli. Amilyen hosszú volt ez az elektromos kerékpár. Próbáltam meg összességében a bicikli kerekével. Nem a bicikli kereke, hanem az egész bicikli. Bicikli első kereke, a hátsó kerekéig. És adjunk hálát a sorsnak, a Cybertruck kerekét, nem ugyanazok tervezték ők az összes többi részét. Ezeknek volt körzőjük. Egyébként igen, mert kicsit ilyen geometriai lett. Tehát gyerekkoromban... Kicsit ilyen geometriai lett. Igen, de deriválták. Tehát ezt láttuk, hogy mi történik az, amikor fogják. Ezt olyan egyenes lett belőle, tényleg csak a lejtő emelkedése maradt meg belőle. Hát ilyen gyerek rajzolt. Annak idején, amikor volt az Austin Montagu, az volt még ilyen vonalzóval. Várjál, nekem volt divutikum, ugyanez. És azt úgy fejezték be, hogy jött a határidő, és mondták, hogy fiúk, be kell fejezni, és egy függőleges vonalra zárták le. Viszont belegondoltam, hogy a divutikumhoz belefért volna az én Montagumba. Könnyedén. Tudod, hogy ott mire volt jó az ajtó? Össze is lehetett volna gyűrű, hogy beleférjen. Tudod, mi volt az ajtó funkciója? Volt hova leengedni az ablakot. Szigorúan kézzel. Nem elektromos ablak, nem elő volt benne, gondolom. Hát meghűlni, persze. Nem bírja el az aksi. Csak az aksi, az energia, az kellett volna, az a low erő, az kellett volna az autó hajtására. De ez low power volt. És gyors. Low
Power. Ló gyorsan ment. Ló gyorsan ment. Én mentem vele az autópályán. Hagyott le már a vaskocsi? Nem. Kereszteztem az utat. Aztán ez lehet az egyetlen ok. És egyébként most erről eszembe jutott az is, hogy a Tikónak nagyon picike tankja volt. Én azt hiszem 30 liter volt az egész. Ez, hogyha gazdaságosan közlekedtem is, mondjuk egy ilyen 7-800 kilométeren elfogyott autópályán mondjuk inkább 6. Tehát ez nem az a fajta tank, amivel országokat lehet elfoglalni. Nem, nem az, amit a Corvin előtt szoktunk leparkolni október 23-án. Nem. Vagy a Cybertruck. Üzemanyagtartály, tüzelőanyagtartály. Jut eszembe a Cybertrucknak, mekkora lesz az üzemanyagtartály? 2 tonna. Úgy láttam, azzal verte meg az F-150-est. Teljesen fölösleges, tök kísérleti, csak annak az egy, csak a férfiakra jellemző, de ott ezek szerint hiányciknek minősülő testrésznek a pótlására való. Nem fér be a parkolóhelyre, kilóg oldalra a sávból menet közben. Nehéz, mint nem lehet rendesen pakolni, mert magas. Fenntartásáról nem tudunk semmit, és egyébként funkcionálisan egy nulla. És nem engedélyeztethető. De az megvan, hogyha leszeded a tetejét, a hegy tetejétől számolva, tehát hogy így a hátáról, akkor olyan formája van, mint a klasszikus olasz sportautók barketta modelljei, aminek csak az a ilyen fél szélvédője van meg, igen. És akkor oda fel lehet szerelni a gépágyút, aha. De nem gépágyút, ugye a Teslának volt konkrétan... Ugye de gépágyút lehet üzemeltetni a sírom. De van nekik flamethrower, láncszúrójuk. És ez tűzálló acél? Hát krómacél az egész. Krómacél. Az nem néz? Nem tudom, a króm az egy lightweight browser. Jó, nem baj. Ezért most nem haragszom, belenéztem. Ez ugyanaz az acél, ha jól mondtad. Mint amit az űrállomással akarnak fölvinni, illetve el akarnak juttatni a Marsra. Most akarják fölvinni az űrállomás árát, mert hiszem, hogyha ezt az acélt elhasználják ezekből a batárokba, akkor vagy a batárok újrahasznosítására fog kelleni a pénz, vagy egyszerűen elfogy ez a fajta acél, amiből tudtak valamennyit gyerteni, és ettől sokkal drágábban lehet majd eladni a Marsállomást. Szerintem nem voltak benne biztosak, hogy meg fogják kapni a NASA-s kontraktot. Mert ugye a NASA-s kontrakt, hogyha nincs meg, akkor valamit kell kezdeni az a rohadt sok krómacéllal, amit legyártottak. Gyártana belőle a Cyberquadot. Így! Trakot. Nem. Quadot! A Cybertruck az csak a bevezető. Így van, azt lecsatolod a truckról, és az a Cybermode, ami el tud vinni egy truckot. Az a tudod, mi lesz a baj? Hogy az meg lehet csinálni csak egyenes vonalakból. Nem kell rá kerekforma. És egy Cyber Submarine? We're all here in a Cyber Submarine! Cyber Submarine! Cyber Submarine! Tehát, hogy kitaláltuk a Cyber-szemmelét, és mi van akkor? Tehát, hogy azt is legyártják, és ha nem kapják meg a szerződést, akkor ezeket kell gyártani. Ezt akartad összesen mondani? Valamire fel akarták használni a nyersanyagot. Hát olyan nincsen, hogy ezt a irgalmatlan sok acélt valahol félrakják. Már megrendelték Kínából. És mit raknak bele azokba a csövekbe, amikor Los Angeles alatt vannak, hogy az autókat csőpostázzák? Milyen autókat? Hát még nem gyártották le az autókat. De hogy nem van egy csomó autójuk. A hármasok, meg az S-ek, meg a szexi. Azokat kilőtték a Marson. Nem. De csak az űrbe. Így? A Marson nem azt akarják. Na, a marsi invázió. A marsi invázió. Ami ahova az 1000 SpaceX rakétát küldik. Így van, a SpaceX... 1000 SpaceX rakétát küldenek föl, és azt nem tudom, hogy onnantól azzal a cuccal, ami van nekik, hogy összehegesztik az űrben. Hogy lehet az űrben hegeszteni? Az űrben nincs tűz. Visznek magukkal. Mindenki, aki néz Star Wars-t, ezt rosszul tudja, ott nincsen tűz. De nem is akarsz tüzet, olvasztott acélt akarsz, ugyanis a hegesztés az nem tűz. De nagyon hideg van. Kivéve, hogyha napfényt egy helyre koncentrálva meleget csinálsz. Mert a nap az egy fúziós motor, amit föl lehet használni erre. Erről egyébként az jut eszembe, hogy ma megint olvastam most ebben a hónapban már másodszor a franciáknál a fúziós erőműről. Remek jó dolog, hogy ezt csinálják, de azért nincs nap a Földön, mert az ide igazából szerintem nem való. Ha az a 150 millió fok, amit nem tudom, hogy mérünk meg, hogy van, az ne adj Isten véletlen, bármihez hozzáér, ami a környékén. 150 millió fok, az már nagyon sok. Tehát így hányszor kell megpördülni magad körül, hogy 150 millió fokot menjél? Nem értem. Szóval, tehát az a mondás, hogy a fúziós reaktor az ugyanúgy fog működni, mint a nap, ahogy működik, és nagyon jó meleg lesz benne, és ettől nekünk rengeteg sok energiánk lesz, és nem kell hozzá semmi, csak deutérium, meg trícium, ezek
egyébként tényleg kéznél vannak nagy mennyiségben, és az egész lényeg az az, hogy jól bezárjuk őket egy betondarabba. Így van, jó oldali van, és ez az utolsó életed, és meggyőzzük ezt a jó meleget, hogy maradjon ott egy ilyen mágneses erőtérben, és lehetőleg ne közelítsen semmihez, amit mi tudunk legyerteni, mert azok általában nem nagyon bírják, nem a 150 millió fokot, de még a 150 ezer fokot se, sőt a 15 ezer fokkal sem jól birkoznak meg. Kivéve a Cybertruck. Az a pont ezt nem írja. Ezt így jelezném, az, ha jól emlékszem, szóbahőmérsékletű volt. Kéz meleg ma. Kéz meleg, igen, legalább. Lehet, hogy ez volt egyébként a hiba, korábban fegyverből lőtték ki, ott más volt a hőmérséklet. Legközelebb nem kéne, hogy baseballosok dobálják az ablakokat. Persze mindenki úgy tüntette fel, hogy tök kudarc, meg betört meg minden, de ha megnézted, a golyó nem mentve. Hogyha ezt elképzeljük... És nem tört össze? A golyó. A golyó nem? De ha belegondolsz, ha valaki így megsom, mondjuk állsz a pirosnál, és egy másfél méterről ezzel a lendülettel valaki odasom egy ilyen acélgolyót a te ablakodhoz, és a te fejed van éppen a golyó útjában, akkor nagy valószínűséggel az egy dolog, hogy bemegy az ablakon a golyó, de lehet, hogy még a koponyádba is. Tehát ehhez képest ugyan, igen, berepett az üveg, nem lett szép, de a golyót láttuk lepattanni róla, ami szerintem baszni nagy előrelépés az átlagos üvegekhez képest. Nem mondjuk nem pont azt hozza, amit állítottak róla, de azért ez egy Teslánál belefér. Ugyanakkor is, ha megnézed, hogy a kéziféterekben levő golyók mekkorák, és ahhoz képest ez a golyó mekkora volt, szerintem egész jó. Ha csak nem ágyúval lőnek rád, egy igen lassú ágyúval. De arról nem is volt szó. És nem tudod, hogy mi az ágyútöltelék. Nem... De. Ötleteim volnának, csak azt most nem fejteném ki. Jó. Ő is, persze mindannyian. Na, tehát én nekem még mindig egy picit mozgatja a fantáziámat az, hogy amikor kivittek egy irgalmatlan mennyiségű ilyen SpaceX rakétát. Eddig. És esetleg kivitték azt a hegesztő nanorobotot, ami arra szolgál, hogy ebből valamit konstruálja. Hova? Ki egyelő fölvitték oda? Űrben. Tehát így a földkörüli pályán. Tehát még semmi. Ja, hogy még csak az új eljösszetépítik. Nem. Mi most ugye valamit építünk rajta, mert most így gondolkozunk rajta. Majd ebből úgy két dolgot tudok elképzelni. Egy ilyen nagyon sok száz darabból álló inváziós flottát, ami így elindul Marsra, két... Hát lásd, ahogy fellőtték most a nem tudom hány száz darab műholdjukat, amik így szépen mentek egymás mögött, és senki sem értette, hogy az Orionövel mi történt. Nem ittam annyit, hogy ez így körbe-körbe vándoroljon 8-asával. Kiderült, hogy nem, csak Elonék úgy döntöttek, hogy földobnak egy pár tucat műholdat, amit ha jól lesz, kísérletképpen, 10.000-es darabszámot találtak ki. És akkor fellövik ezeket az inváziós nanorobotjaikat, és ezek oda építenek egy... Mit? Vagy egy gigantikus, óriás űrhajót, amit elküldenek a Marsra. Ja, hogy ezt eleve nem is itthon építjük, hanem már ott? Természetesen, hát ugye viszonylag kicsi, újra felhasználható rakétákat készít a SpaceX, amivel elég sok rakományt... Ott összerakja őket egymás mellé, és amikor összeállt, akkor jó, begyújtja a rakétákat, és örülünk. Így van. Úgy se tud felrobbanni, hiszen nincs miben. Elvisz magát. Üzemanyag szivárgás, nem gáz. De, pontosan. Végre sikerült elindítani. Tegnap fölhívott egy gépi hang. Ja nem, egészen pontosan. Szerintem nem a hang hívott fel, a hang az nem tud hívni. Na, ez történt, képzeljük. Már DTMF. Egy ismeretlen, de kijelzett hívószámról hívást regisztrált a telefonom, én megnyomtam a felvétel gombot, nem vette fel, csak a hívást fogadtam. 23 másodpercen keresztül valami idióta ilyen várakoztató zenét hallottam, majd megszakadt. Azóta se hívott újra, nem tudom, ki akart nekem zenét lejátszani, és miért. Én azt hiszem, pontosan tudom, de most ezt hagyjuk, mert cégnél lehet mondani. De miért játszanak nekem zenét? Azért, mert a kihíváskor, amikor elindítják a célzott hívásokat, akkor még nem tudják, hogy az ügyintéző, aki egyébként a vonal túlvégén átlagosan már régen befejezte volna a beszélgetést az előző ügyféllel, már szabad lesz, mikor te fölveszed. Ám de! Elhúzódott az ügyintéző ügykezelése, és a kihívás végére neked, amikor te gyorsan fölvetted, még nem állt rendelkezésre az előember, aki úgy erősen meggyőzött volna arról, hogy már pedig te vegyél. 2000 forinttal drágában azonos a dolgot, igen, ezt a módon. Előfizetés változtatást ugyanannál a szolgáltatónál, ahol most jelenleg is vagyol. Ez az igazi kihívás. Úgy, ezért most nem kaptál értesítést arról, hogy ismét átnevezték a valamilyen színű
szolgáltatónál a csomagokat, amelyből neked szuper kedvező áron sokkal drágábban, de ugyanazt a szolgáltatást tudnál. A múlt héten felhívotta az egyik szolgáltató, ezt szerintem ki is mondhatom, úgyis meg. Úgyis mindenki felismeri. A UPC és a Vodafone Merger. Majd kisípoljuk. És felhívott a kettő közül az egyik. Szuper kedvező ajánlatuk van. A mobil az 2000 forinttal olcsóbb lenne, cserébe az otthoni drágul 3-mal. Ezt így hogy? Hát, hogy és cserébe az otthoniba minden földi jó benne lesz, meg HBO, meg Big Pak, meg Huha, meg 500 megás net, és mondtam, hogy de hát ez most is benne van. Hát, akkor majd hívnak legközelebb. És ebben maradtunk. Ők megpróbálták. Éreztem azért az ügyintézőre kihívást. Az ISO checkszak, az bizony átjött telefonon is. Hát ugye alapvetően egy kihívásról beszéltem. Így, előjutott eszembe. A kihívások néha kihívásba ütköznek. Ez az zárt osztály. Én az zárt osztály. Jó estét! Hát volt, mert már egyszer felvettük a műsort, csak akkor nem sikerült. Egészen pontosan az én hangom jól hallgatszott. És akkor, ha minden jól megy, akkor nagyon szép csillagos lesz az ég innentől, csak az lesz a... Ez mi volt, Géza? Egy méterrel a poharam mellé kiment tölteni. Hozta a másik végére. Reflexből. Tehát, hogy a SpaceX... SpaceX jelenleg arra... Ne nyomkod a SpaceX-et, jönnek a pékek. A spékeket. Az a pékek. Az legfontosabb dolog, hogy megint nem a mikrofon felé beszélünk, amiből sajnos csak egy van. Mint az anya. Illetve két mikrofon van, amiből egy működik, mert hogy a kábelek már megint nem érkeztek meg. Megint. Igen, mert volt ugye egy kábel, amit rendeltem messziről, és volt egy kábel, amit rendeltem... Ronaldóról! Nem ért meg egyik sem, nem. A stadion építési lázban elveszett mindkettő. Szerintem nem voltak benne biztosak, hogy meg fogják kapni a NASA-s kontraktot. NASA. Bocsánat. NASA. Körülbelül fél órával ezelőtt még normális volt, és tudtunk beszélni. Ilyen már ezért vagyok az áltasztában.